Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. A mai napon az augusztusi olvasmányokról és szerzeményekről lesz szó. Talán halljátok egy kicsit a hangomon, hogy éppen egy arcüreggyulladásból vagyok gyógyulófélben. Ma már éreztem magamban elég csít ahhoz, hogy ezt a videót felvegyem, tehát itt vagyok. Amióta munkába álltam, az augusztus az a hónap, amelyben a kötelező 2 hét szabadságomat töltöm. Ebben az időszakban mindig eltervezem, hogy majd milyen nagyon sokat fogok olvasni. Képzelhetitek, hogy ez az elmúlt 5 évben mennyire sikerült. Jó a tipp, idén sem. Ugyan ebben a 2 hétben kipihentem magam, és világot is sikerült látnom. Az olvasásra nagyon-nagyon kevés időm maradt, nagyon sokszor mással foglalkoztam, vagy annyira elfáradtam a nap végére, hogy az esti olvasás alkalmával már csak 1-1,5 oldalt sikerült teljesítenem, ami nem igazán könnyítette meg a haladást a könyvekkel. Így esett, hogy augusztusban csak 2 könyvet sikerült elolvasnom. Ezeket viszont most be is mutatnám nektek. Az első Stephen Kingtől a Mobil című regény, amely az Európa kiadó gondozásában jelent meg 2006-ban, Vihari György fordításában. Ez tulajdonképpen egy világvége történet, melyben az apokalipszis központjában a mobiltelefon áll. A mobiltelefon használói a tulajdonképpeni fertőzöttek, akik egy átprogramozásban részesülnek, a túlélők pedig azok az emberek, akik ebben a bizonyos pillanatban nem használták a mobiltelefonjukat. A történet főszereplője Clay Riddle, újdonsült barátaival, Tom McCurtell és Alice Maxwell-lel indul útnak, hogy megkeresse a kisfiát, aki reményei szerint nem esett áldozatul az átprogramozásnak. Amolyan erre a kötetre 4 csillagot adtam, én tehát azok közé, az emberek közé tartozom, akiknek ez a King-fanokat általában megosztó történet tetszett. Viszont ahogy ígértem, Stephen King-gel külön is fogok foglalkozni, ezért most erről a könyvről többet nem beszélnék. Egy külön videóban egy kicsit részletesebben fogok róla szólni. A második könyv, amit már ténylegesen augusztusban olvastam, mivel a mobilt még júliusban kezdtem el, Cormac McCarthy-tól az Út, ami szintén egy posztapokaliptikus történet. Úgy tűnik, hogy ez egy ilyen hónap volt. Ez a könyv nem került volna a látókörömbe, ha egy kedves barátommal a minap nem beszélgetünk a minket megrázó és nagyon-nagyon lesújtó könyvekről. Az ajánlást innen is nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok írót foglalkoztat a világ vége gondolata, mint ahogy az előbb említettem Stephen Kingnél a mobilt, vagy akár a végítéletet, illetve Dean R. Koontz is írta egy végítélet című kötetet. Isaac Asimovnál is megjelenik a világ vége az alapítványban, illetve a magyar írók közül Alexander B. Heckman is foglalkozik a világ végével az utolsó 27 című sorozatában. Mitől más mégis McCarthy posztapokaliptikus világa? Abban, hogy ő nem keresi a megoldást a posztapokaliptikus világban. Ő csak egyszerűen bemutatja, hogy mi történik akkor, amikor a világ elpusztul. Nem akarja újra szervezni a társadalmat, nem akarja újra felállítani azt a rendet, ami a világ pusztulása előtt fennállt, csak bemutatja azt, hogy mi van ilyenkor. A jelenetben apát és fiát kísérjük az úton, amint nap-nap után úton vannak, és tulajdonképpen az életükért küzdenek egy nagyon sivár világban, ahol nincs más, csak a hamu. És ahol a tökéletes világ vége uralkodik, ahol elveszett minden, az idő, az ember identitása, és még a nyelv is. Ezt nem csak abból lehet érzékelni, hogy a párbeszédek nagyon-nagyon egyszerűek a könyvben, hanem abból is, hogy a szöveg központozást tényleg csak nyomokban tartalmaz, sehol egy vessző, sehol egy kettős pont, sehol egy gondolatjel az egész könyv folyamán. Az első 20 oldal elolvasása után muszáj volt nekem is utána járnom, hogy vajon McCarthy ezt szándékosan így rendezte,
mert különben az elkövetkező több mint 200 oldalon megőrültem volna tőle. Miután megtudtam, hogy ez nagyon is szándékos, az agyam innentől kezdve automatikusan beillesztette a mondatokba a hiányzó írásjeleket, így a vége felé már észre sem vettem, hogy tulajdonképpen a nyomtatásban ezek nem jelennek meg. Nagyon nyomasztó, és azt lehet mondani, hogy egy pillanat alatt lehozza az embert az életről ez a könyv. Mégis ez az egyik az, ami valószínűleg meghozta neki a Pulitzer díjat. 4 csillagot adtam rá végül a Mojon, ez nem annak szól, amilyen maga a történet, ami tulajdonképpen nem is nagyon van, mert egy olyan világban, ahol semmi más nincs, csak a hamu, nagyon történet sincs. És nem is McCarthy-nak vagy az írásmódjának, hanem elsősorban nekem, aki annyira szétszabdalva olvasta ezt a könyvet, hogy nagyon sokat veszített az élményből. Remélhetőleg egy valamikori újraolvasás alkalmával majd meg tudom neki adni a 4,5 vagy az 5 csillagot is. Meglátjuk. A könyv nagyságát nem csak a Pulitzer díj mutatja meg, hanem a belőle készült film, illetve az is, hogy más filmekkel együtt a The Last of Us című videójáték alapjául is szolgálhatott. Most pedig térjünk rá azokra a könyvekre, amelyeket augusztus folyamán beszereztem, ezekből jóval több lesz. Kezdjük azokkal, amelyek tulajdonképpen jóval kevésbé számítanak, mert itt egy felújítási akcióról van szó. Ez Asimov alapítvány trilógiája, amelyet azért vettem meg, mert régi kiadásban már a rendelkezésemre álltak, de nagyon szépek ezek az új kiadványok. Így úgy döntöttem, hogy egy felújítást végzek a polcomon. Nem nagyon szoktam ilyet csinálni, ez most egy kivételes eset, hogy a régit újra cseréltem, néha ilyen is kell. Azután pedig következzenek a recenziós példányok, amelyeknek mindegyikét a Mary Soul kiadótól kaptam. Innen is hatalmas köszönet érte. Kezdjük Sol Reond 2 könyvével, a Kristálykönyvvel és a Stresszmentes élet kézikönyvével. A Kristálykönyv tulajdonképpen egy útmutató a különböző ásványokhoz. Ez számomra egy eléggé ismeretlen terület, ezért ennek a könyvnek az elolvasásával biztosan sok új információra fogok szert tenni. Kíváncsian várom, hogy mit fogok belőle megtudni. A Stresszmentes élet kézikönyve pedig egy gyakorlatokkal teletűzdelt útmutató az életünkben egyre inkább eluralkodó stressz csökkentésére. Az én életemben is elég sok stressz uralkodik manapság, így minden alkalmat igyekszem megragadni, minden tanácsot megfogadni, ami segít ezt leküzdeni. Biztosan jó lesz ez is valamire. Megkaptam ezen kívül K.A. Varson Kirakós című kötetét, ami nagyon egyedi módon a skandináv krimik műfaját és hangulatát ötvözi a szabaduló szobákon alapuló könyvekkel. Még ilyennel nem találkoztam. Nagyon kíváncsi leszek, hogy működik ez a történetbe ágyazott feladványok dolog. Következzen 2 antológia. Az egyik a Sárvári Géza és Komlósi Vera által szerkesztett Vérmesék, amely 64 kortárs horror novellát tartalmaz 2022-ből, a másik pedig a szintén Komlósi Vera és Csernyus György által szerkesztett Szingularitás, ami 67 kortárs science fiction novellát tartalmaz. Mind a kettőre nagyon kíváncsi vagyok, mivel kevés kortárs magyar irodalmat olvasok, így mindkettő bizonyára szélesíteni fogja a látókörömet ez ügyben. Következzen Mary Soul Chaos 2 kötete, a Nagy Moné Rablás és a Vanuatu Bosszúja, mindkettő a Tamsville-i történetekhez tartozik, mindkettőnek a főszereplője Shirley Hawkins, egy nyomozónő. A Nagy Moné Rablásban Shirley Hawkins rejtélyes halálesetek után nyomoz, amelyek mindegyike egy nagyon értékes festményhez vezetnek. A Vanuatu Bosszújában pedig
szintén Shirley Hawkins egy luxushajó utazásra indul, ám a tervezett nyaralás mégis nyomozásba torkollik. Biztosan érdekes mindkettő. Hozzám került ezen kívül Robert McLeod A végső erő című science fiction regénye, amely az Omega trilógiának az első kötete. Ebben egy fiatal fiúval, Dantéval találkozhatunk, aki egy különleges erő birtokába kerül, amely konfrontálódik a fiúban már benne levő haraggal. A kalandjai folytán pedig egy olyan földön túli világba csöppen, amelyben nem az ember a legkegyetlenebb faj. Nagyon izgalmasnak hangzik, erre is kíváncsi vagyok. Végül, de nem utolsó sorban, recenziós példányként kaptam Székely Nagy György Hová tűnt Steiner Miklós című kötetét. Ebben a könyvben Julius von Steiner egy magánnyomozó hölgy segítségével 1952-ben eltűnt nagybátyja után nyomoz, mindeközben mindenféle kalandokba keverednek. Biztosan jó. Most pedig térjünk rá azokra a kötetekre, amelyeket én magam vásároltam augusztus folyamán. Az első Jessica Baumtól a Jól kötődni című kötet, ami tulajdonképpen pszichológia, és a sokak által jól ismert kötődési minták közül a szorongva kötődést dolgozza fel, és bemutatja azt, hogy ezzel a kötődési mintával rendelkező emberek hogyan tudnak a mi világunkban egy teljesebb, jobb életet élni, hogyan lehet javítani ezen a kötődési mintán, hogy a biztonságos kötődés irányába mozduljunk el, nem csak a párkapcsolati fronton, hanem az élet minden egyéb területén is. Ez a könyv azért érdekel nagyon, mert az elmúlt időszakban magam is felfedeztem, hogy a szorongva kötődő emberek csoportjába tartozom, és nagyon szeretném megkönnyíteni egyrészt a saját életemet, másrészt a velem együtt élők életét is. Ezt nagyon hamar szeretném elolvasni, lehet, hogy még szeptemberben sort fogok rá keríteni. Nagyon-nagyon vártam Greg Olsen-től a Tartsd a szád című kötet megjelenését. Ez az Animus kiadónál jelent meg a True Crime valós bűnügyek sorozatban, mint ahogy sejthető, egy valós bűnügyet dolgoz fel. Nikki, Sami és Tori igaz történetét olvashatjuk, akik egy bántalmazó anya által ismerhették meg saját bőrükön a családon belüli erőszakot. A legszörnyűbb történeteket mindig az élet írja, ezért biztos vagyok benne, hogy nagyon sok borzalmat fogok ebben a könyvben olvasni. Nem tudom, hogy miért szeretjük ezeket jó néhányan, de szeretjük. Végezetül pedig Sarah Penner méregkeverő patikáriusát hozom. Erről nem fogok sokat beszélni, mivel ez a kötet lett a könyvespolcom 500. darabja, amelyről egy külön videó is készült. Aki szeretné, azt a videót tekintse meg, hogy többet tudjon meg erről a könyvről. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő videóban, ahogy ígértem, Stephen King mobiljáról fogok beszélni. Várlak titeket! Sziasztok!